Sok gyermek és felnőtt álma vált valóra szombaton, amikor a Magyar Közút Nonprofit ZRT nyílt napján hatalmas munkagépek volánja mögé ülhettek. A cég országos kampány keretében nyitotta meg mérnökségének kapuit, hogy az emberek rálátást kapjanak, mennyire szerteágazó a feladatkör, amit el kell látniuk. Megyünk mindjárt, akkor te vezetsz, jó? De akkor beülök én is, jó? Végül a járművezető is helyet kapott a Hómaróban. A gyerekek kifejezetten jó sofőrnek bizonyultak a hatalmas munkagépek volánjánál a Magyar Közút Nonprofit ZRT nyílt napján. Sok fiatalnak, de még egyes esetekben az idősebbeknek is a gyerekkori álma vált valóra, amikor a monstrum gépekbe ülhettek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük a tevékenységünket az érdeklődőkkel. Ezért az a döntés született, hogy a mai napon megnyitjuk országosan több helyszínen a kapuinkat, hogy azért hozzánk látogatók egy kicsit belelássanak az mi tevékenységükbe. A szervezők a gyerekek számára külön feladatokkal készültek. Ott hol a zászló? Ott oldal. Tedd ki. Úgy. Nagyon ügyes vagy. A kicsiket nem csak vízzel és arcfestéssel, de egy külön kis kresszparkkal és ugrálóvárral várták. Az igazi sztárok azonban mégiscsak a munkagépek voltak. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy játhatunk a kresszpályán ingyen. Neked? Nekem a utazhatunk ezekbe a járművekbe tetszik, meg ez a rollades dolog. Mondjuk, hogyha valamelyik gépet hazavihetnétek, akkor melyik lenne az, ami a kedvenc volt? Mi az, ami a legjobban tetszett? Nekem az, amíg most megy így el a boroldal, nem tudom mi a neve, de... Mit lehet vele csinálni? Hát azt hiszem hóvéső, talán az a neve. Az nekem a kedvenc, amit azt szeretném én hazavinni. Én nekem azt a hókotrot és azt a sószorot szeretném hazavinni. Igyekeztünk minden korosztálynak programot előkészíteni. Akik hozzánk látogatnak, a mai napon kipróbálhatják a gépeinket, ároktisztító célgépet, rakodógépet, hómarót, hóekés tehergépkocsit egyaránt, illetve a kisebbekre gondolva néhány gyermekprogrammal is színesítettük a mai nap rendezvényét. Lufi hajtogatót, arcfestőt, illetve ugrálóvárat is felvonultatunk. Azért úgy nézem, hogy a gyerekek számára mégiscsak ezek a hatalmas munkagépek az igazi kuriózumok, nem? Természetesen. Gyerekek körében nagyon nagy sikere van ezeknek a gépeknek. Mi a vélemény egyébként, vagy mit mondanak, amikor végigjárták itt az akadálypályákat, kipróbálták, tesztvezettek? Milyen véleményeket hallottad? Általában az a visszajelzés érkezik hozzánk, hogy sokan meglepődnek azon, nem számítottak rá, hogy itt ilyen sokféle gépet látnak, hogy ilyen sokféle a tevékenységünk. A nyílt nap remek családi programnak bizonyult, az igazán kíváncsiak még a hátsó raktárakba is bekukkantottak. A Magyar Közút Nonprofit ZRT kecskeméti mérnökségén semmit nem rejtettek el a kíváncsi szemek elől.